és így hamarabb be fog tudni illeszkedni. Na, láttál valami érdekeset? Nagyon szépen énekelnek. Ja, igen, a kórusunk. Elég híresek vagyunk. Járjuk a fesztiválokat, sorra nyerjük a díjakat. Be lehet még kerülni? Hogyne, persze. Mindenkit szívesen látunk a kórusban. Ez az egyik alapelvem. Szeretsz énekel? Nincs, maradj csöndbe! Mi a neved? Havasi Zsófi. Ott hátul a beszélgetés részében, és fejezd be. Aztán vigyázz! Jutka nénák, tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 28. Bocsánat, nem. 29. Hiányzik Klein Nikolát és Kolozsi Andrea. Köszönöm, üljetek le. Gondolom már észrevettétek, hogy egyel többen vagyunk. Szeretném nektek bemutatni Zsófit. Nem kell fölállni, ülj le nyugodtan. Hát akkor vegyétek elő a környezetismeret tankönyveket, és nyissátok ki a 42. oldalon. Az ország legnagyobb összefüggő természeti egysége az Alföld, ami az ország keleti részén helyezkedik el. Azután következik a Kisalföld, amiről beszélnünk kell, ami az ország észak-nyugati részén kerül el. Ezek után beszélnünk kell még a Dunáról. Liza, mit csináltok ott? Én? Semmit. Tomi, menj csak ki a folyosóra egy 5 percesre. Szóval a Dunán túli Középhegységről és a dunántúli dombságról. Tennek át rá valami a kutat. Nem csak ezt a kétvét. Mire? Nekem a Liza mellett a helyem. Csak volt. Szóra légy, engedj ide. Na, üljek le. A Liza mellé. Ne! No! Fejezd már be! Fejezd! Szia. Szia. Nagyon szép a karkötőd. Megnézhetem? Tartsd a kezed. Aztán. Nagyon szép. Honnan van? Anyukám hozta Bécsből. Szerencse karkötő. A tiéd is szép. Köszi. Olyan, mint egy telefondrót. Tényleg. Kedves kórus, már csak 10 nap, és itt az országos verseny, na de, van egy nagy hírem. Aki idén megnyeri, elmehet egy külön kórusos utazásra Svédországba, az Európai Kórusok Fesztiváljára. És mondanom se kell, hogy az idén is mi fogjuk megnyerni, mert mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye? Igen! Jó. Szóval most az a fontos, hogy mindenki figyeljen, gyakoroljon, koncentráljon, csinálja a maga dolgát teljes bedobással, ez most nem babazsúr. Ma átveszük az egész műsort, és tanulunk valami újat is. Mindenki kész? Igen. Az új jövevények is? Akkor beéneklés. Ma. Ma.
Köszönöm szépen, mindenki nagyon ügyes volt. Következő próba szerdán, de ezen a héten beiktatunk egy plusz próbát péntekre is. Mindenki írja fel. Kössétek fel a gatyátokat! Tudjátok a szabályt? Egy gyerek, egy csoki! Sziasztok! Zsófi. Ugye Zsófi? Várjál csak, maradjuk egy picit, beszélgessünk. Ajtó! Énekelt csak el nekem a Pálkata Péter. Pálkata Péter, jó reggelt! Már odakünn a nap felkelt, szól a kakasunk az... Jó, elég lesz, köszönöm. Na ide figyelj! A következő próbától azt fogjuk csinálni, hogy nem énekelsz hangosan, csak tátikázol. Tudod, ez mit jelent? Nem énekelek. De a fejedben ugyanúgy énekled a dalt, és mozgatod a szád a többiekkel együtt, meg minden, csak hang nélkül. De miért? Mert még gyakorolnod kell sokat. Nem vagy elég jó. De én majd külön odafigyelek rád, és szólok neked, ha már énekelhetsz. Jó van. Zsófi? A többieknek ezt nem mondjuk el. Ugye nem akarod, hogy azt gondolják, hogy nem vagy olyan jó, mint ők? Nem. Csokit vegyél. Tök jó a cipőd. Megdicsért az Erika néni? Aha. Mindig ezt csinálja. Nagyon odafigyel mindenkire. Szerintem ő a legjobb fej az összes tanár közül, nem? Meg a legcsinosabb is. A Jutka nénit is szeretem. Az István bácsit viszont utálom. A régi sulitban is volt kórus? Csak ének óra volt. Én már tavaly évelő óta benne vagyok, és imádom. És apukám a rádiónál dolgozik. Ha merök, azt mondta, ügyes leszek, megkerülhetek a rádiós kórusba, ami a legeslegjobb. Nem akarsz velem jönni a felvételire? Hát, kérsz? Miért vagy szomorú? Nem vagyok. És neked ma melyik dal tetszett a legjobban? Hú, nem tudom. Talán az a... Kakasos. Az nagyon jó. Nekem a kedvencem a Bika Vieda. Apukám zenéi közül, meg a Rókatánc. Azt ismered? Nem. Nem akarsz hozzánk átjönni? Megmutatom. Nem. Nekem most haza kell mennem. Hát jó. Akkor szia. Szia. Jövök! Gyere ki a létre, kukuréku. Pálkata Péter, jó reggel. Már oda könn a nap felkelt. Hamburger,
kutya, kutya, fű, fű, kutya, kutya, le, le, kutya, fű, kutya, le, kutya, fű, le. Mert a vándor sírni, hóban rád a hóreni, körök a szeg a kéz, nem rassz, nem reszeg a kéz, kiszalad a víjba, akkor a soppik a víjba. Legölel a fel a veled, ügyesen a hős madalom, aki sokszor, aki sokszor. Miért nem énekeltél ma? Mi? Ma a próbán. Miért nem énekeltél? Jó, hogy fogok! Ne kiabálj, már csak vicceltem. Na látod, tudsz te énekelni. Zsófi! Most mi van? Zsófi! Miért nem énekeltél ma? De most komolyan. Ha ezt az Erika néni észreveszi, és ő mindent meghallám, nagyon mérges lesz rád. És most nem is Erika néni a fontos. Hogy fogunk így nyerni? Mondj már valamit. Tudsz titkot tart? Betszó. Azt mondta, te cica a hangod? Nem, Erika néni, kérem. Akkor megengedi a kisasszony, hogy folytassuk? Akkor az ismétléstől. Nem. Tessék. Erika néni, kérem, én már nem szeretnék többet a kórusba énekelni. Ne butáskodj, Liza, pár nap és itt a verseny. De ez nem igazság, Erika néni. Na jó, elég volt. Tudom, hogy nem tetszik hagyni őket énekelni. A Zsófit sem, a Timit sem, a Dettit sem, a Zolit sem, meg még egy csomó mindenkit. Csak itt átognak, mert azt tetszik gondolni, hogy ők nem elég jók. Ez nem igazság, Erika néni. Az élet nem mindig igazságos, Lizácska.
Liza, itt maradsz, nem mész te sehova. Én tudom, hogy te nagyon szereted a kórust. Mi mindnyájan imádjuk, szeretjük csinálni, szeretünk benne lenni. És itt mindenki nagyon keményen megdolgozik azért, hogy mi legyünk a legjobbak. Bizony még azok is, akik nem énekelnek hangosan. Nem mindenki olyan szerencsés, mint te. Szerinted igazságos lenne, ha csak a szerencsések lehetnének itt? De ha mindenkit hagyunk énekelni, akkor sohasem leszünk a legjobbak. Van, aki nem énekel olyan jól, ez az igazság. Én sose akartam senkit megnevezni, ez nem az ő hibájuk. De tudod mit, ha akarod, akkor megtehetjük. Na gyerekek, akkor kinek mondtam azt, hogy ne énekeljen hangosan? Hm? Lehet bátran jelentkezni. Látod, ez meg mire volt jó? Ha szép csendesen tátikáznak, akkor megnyerjük a versenyeket. És a te szép hangod is jobban hallatszik már. De. És elmehetünk egy csomó tök jó helyre. Svédországba. És mindenki elmondhatja, hogy az ország legjobb kórusában énekel. Az igazságos lenne, hogyha valaki csak úgy gondolhatna egyet, és megfoszthatná a többieket ezektől a jó dolgoktól? Pont te, akinek ilyen szép hangja van. Hm? Szerintem nem lenne igazságos. Ha ezek után bárki szeretne kilépni a kórusból, akkor tessék, el lehet menni. Az igazgató úr biztos nem fog örülni, és a szüleitek is nagyon szomorúak lesznek, de... De felőlem el lehet menni. Senki? Na, akkor mindenki az elejétől. Gyere, mutatok egy helyet. Ez nem igazság. Pukadjon meg. Mindenkinek kéne énekelni. Azt hiszem, van egy ötletem. Hiszen vagytok. Akkor indulás, vár lent a busz. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek Bármivel próbálkoztunk. Nagy szeretettel a Világ utcai általános iskola nagyfőnöse. Beszéljen Tónai Erika tanárnő. Igyekezz. Zárd fel a sort, jó? Úgy, fejeket a közökbe.
hangosan. Mi van? Hangosabban? Mindenki hangosan. Semmi gond. Ezt nem csinálhatjátok. Hangosan énekeljetek. Énekeljetek. Nem halljátok? Hangosan mindenki. Énekeljen mindenki. Ezt nem hiszem. Énekelj! Énekeljetek. Rohadékok.